már itt tartunk, nézzük meg, hogy miről beszél Chuck Schumer szenátor, aki természetesen, mint mindenki, aki a politikában részt vesz, ő is része az egész programnak, és az emberek manipulálásának, programozásának és átverésének, ugyanúgy, mint minden más szereplő. És az egyik legfontosabb vonulat, ami Amerikában jelenleg történik, az a Trump melletti és a Trump ellenes tábornak a szembeállítása, és nagyon kifinomult módszereket csinálják. Ugye ebben az esetben ő valakire rákiabált egy étteremben, hogy az elnök egy hazug ember, és ez a történet lényege. Azonban ez sokkal-sokkal mélyebbre ható, mint az, hogy ő kire kiabált rá. A lényeg az, hogy a feketék-fehérek, férfi-nő, a meleg, nem meleg, az összes régió és az összes társadalmi rész és egység szembeállítása az, ami történik, és ez az egész lényege. Még ha valaki részt vesz olyan mozgalmakon, mint az, hogy vegetáriánus, vagy nem vegetáriánus, vagy vegán, vagy húsevő, vagy teljesen mindegy, mindegyik azt az egy célt szolgálja, hogy a társadalom rétegeit egymással szembeállítsák. És míg az ember ezzel a piti harccal van elfoglalva, addig nem veszi észre azt, ami a színfalak mögött történik, hiszen ő a színpadot figyeli, és a színészeket és a karaktereket azon, nem pedig azt, hogy mire megy ki az egész játék. Erről már az egyik videóban is szó volt, ez a The Economist arról számol be, hogy Oroszország és Irán minden eddiginél közelebb került egymáshoz, ami ugye ebben az esetben Hassan Rouhani, az iráni elnök az, aki meglátogatta Vladimir Putyin Moszkvában, és ez mindenki számára aggasztó lehet, legalábbis azok számára, akik nem értik, hogy hogyan működik a világ. Ezek az emberek mind-mind együtt dolgoznak, Trump, Putyin, Rouhani, az összes egy célért dolgozik, és az az egy cél a világkormány. Ők ugyanúgy szereplők természetesen a színpadon, mint ahogy az összes többi, aki a politikában vagy a tudományban részt vesz. Nyilvánvalóan a fegyverek mozgása a két ország között az, ami mindenki számára érdekes lehet. Ez esetben egy 10 milliárd dollár értékű szállítmány az, amiről tárgyalnak, és Oroszországból Iránba érkezik. Minél erősebb Irán, annál nagyobb a probléma, természetesen mind az amerikaiakra nézve, mind pedig az úgynevezett nyugati országok és a NATO tagországok szempontjából, hiszen ezek azok, akik szemben állnak a Közel-Kelettel, különösen Iránnal, Oroszországgal, Kínával és Szíriával, de az összes úgymond muszlim állammal, és most már Törökország is ehhez csatlakozik. Úgyhogy a nagyon felgyorsultak az események, különösen akkor, ha a Törökország és az EU szembenállását nézzük. Ezekről mindről készültek már videók, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy nézze meg. A lényeg az, hogy ez egy színjáték, és ezek a színészek játsszák a szerepüket. ITV News arról számol be, hogy Skócia egy újabb népszavazást fog tartani annak érdekében, hogy eldöntsék, hogy vajon ki akarnak-e lépni az Unióból. Természetesen a Brexit után gondolom fellelkesültek, hogy talán van valami esélyük, hogy az embereket rávegyék, de még egyszer, ez egy ugyanolyan része a programnak, mint bármi más, ami a politikában történik. Ezek előre eldöntött dolgok, a népnek soha nem volt beleszólása, és soha nem is lesz igazán, hogy mi történik, mi lesz a sorsuk. Brexit akkor is az lett volna az eredmény, ami, hogyha mindenki arra szavaz, hogy maradjanak az EU-ban, hiszen soha nem tudja meg senki, hogy ki mire szavazott, hiszen a médiát is kontrollálják, és magát a szavazást is kontrollálják, úgyhogy akár mire szavaz akárki, így is úgy is az a végeredmény jön ki, amit ők akarnak. Plusz a közvetítés is olyan, hogy azt látják az emberek, amilyen képet ők akarnak. Ha azt látják, hogy szoros az eredmény, akkor úgy közvetítik, ha azt akarják, hogy az egyik nyerjen, akkor úgy közvetítik. Az egész egy manipuláció, egy színház gyakorlatilag az egész. ABC News, érdekesnek találtam csak magát a képet, ha már itt tartunk. Ugye mindenki jól ismeri, Jelenések könyve 13, a fenevad bélyege, illetve akiknek a jelet a homlokukra, a jobb kezére teszi.
Érdekes, hogy pont ezt használják, ez csak azt mutatja, hogy milyen tudatlanságba szenved, különösen a kereszténység, de úgy általában véve a világ túlnyomó többsége, hiszen részt vesznek olyan pogány szokásokban, mint maga a böjt, húsvét, a karácsony, és fogalmuk sincs arról, hogy milyen tulajdonképpen sátáni szertartásokat és ünnepeket követtek, hiszen az összes pogány ugyanezeken a napokon ünnepel, beleértve a boszorkányoktól kezdve mindenki, mármint idézőjel tett boszorkány, de teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a tudatlanság mára gyakorlatilag elérte talán a legmagasabb fokát. Hogy is gondolhatja bárki azt, hogy egy jelet téve a homlokára ez a teremtőtől jön? Ez érthetetlen számomra, de még egyszer, amennyire az emberek azt hiszik, hogy mi most civilizáltak vagyunk, és a tudomány, technika és a mi tudásunk a tetőfokán van, az egyértelmű, hogy pontosan az ellenkezője az, ami igaz. És ezt onnan is lehetne tudni, hogy a hírek azok, illetve a média, ami programozza belénk azt a hitet, hogy mi vagyunk a tetőfokon, és akik több ezer évvel ezelőtt éltek, azok nomádok voltak, mikor mi ugyanolyan, hanem még primitívebb állapotban vagyunk, ami az emberek spirituális, mentális, intellektuális és erkölcsi fejlődését illeti. És bár mindannyian keresztül mentünk ezen, mindannyian voltunk ebben az állapotban, azonban eljön az idő, amikor az embernek meg kell hozni azt a döntést, hogy valóban akarja az igazságot tudni, vagy megelégszik azzal, ami még kényelmes számára a jelenlegi világban. És én egyáltalán nem azért mondom ezt, hogy elítéljem őket, azért mondom, mert én ugyanúgy voltam abban a szituációban, amikor azt gondoltam, hogy mi mennyire okosak vagyunk, mennyire fejlettek vagyunk, de aztán mikor az ember rájön az igazságra és eljut a teremtőhöz és az ő igazságához, akkor érti meg igazán, hogy mennyire ostoba, és mennyit kellene még tanulni, és mennyire félre van vezetve. Úgyhogy én ezt javaslom, hogy ugyanúgy, ahogyan azt azok, akik képesek voltak megérteni ezt, és alázattal és engedelmességgel próbálunk kimászni ebből, ugyanúgy kellene mindenki másnak hozzáállni ehhez. Egy újabb érdekes dolog, érdekesség, inkább azt mondanám abból, hogy milyen aberrált lett a világ, és annak ellenére, hogy én nem kívánok semmi rosszat ezeknek az embereknek, csak azt, hogy egy nap ébredjenek fel és lássák, hogy mennyire rossz úton járnak, és mennyire megtévesztett őket az ellenség és a világ. Ez ugye a transznemű dolog. Itt arról van szó, hogy ki milyen névmást szeretne választani magának, hogy őt hogy hívják, mert se nem férfi, se nem nő, szóval akinek ez abszurd, az állítsa meg a videót, gondolkozzon egy-két percig, de vannak ilyen emberek, és egyre többen, és mindez a média eredménye, mindez annak a szenny áradatnak, ami a médiából, különösképp a zenéből, a filmekből, és a szórakoztató iparból árad az emberek felé, és összezavarja őket, és elhiteti velük azt, hogy megválaszthatják a nemüket, illetve hogy ezzel ők majd boldogabbak lesznek. Sajnálatos. Nézzük meg ezt a hírt csak egy kicsit részletesebben. Ebből az újságcikkből kiderült többek között az, hogy ugye ez itt Laverne Cox, aki egy transznemű karakter, nem tudom, hogy mi. De a lényeg az, hogy egyrészt ugye az emberek látják azt, ami Bruce Jenner-rel történt, aki átalakult Caitlyn-né tulajdonképpen, illetve erre mondtam azt, hogy maga a szórakoztató ipar az élén áll ennek az egész aberrációnak, hiszen maga a Transparent című sorozata kellene, hogy legyen, hiszen Emmy-díjakat nyert, és ugye nagyon sikeres volt, de megvan az első Oscar, ugye az első film, amiben transznemű emberek szerepelnek, illetve főszerepet kapnak, és Oscar díjas lett, most elkerülje az emlékezetemet a címe, de ez most történt. Ezen kívül ugye megy folyamatosan az a harc, hogy ki milyen mosdóba mehet be, ki micsoda, aminek mondja magát, vagy aminek született, úgyhogy a törvényhozástól a médián át mindenhonnan ömlik ez a szemét, és nem is csoda az, hogy az emberek, akik eltávolodtak a teremtőtől, nem tudják azt, már a nemüket sem.
Ez a leges, legnagyobb probléma, hogy míg az ember keresi önmagát ebben a szemétben úszva, addig messzebb és messzebb távolodik el attól, ahol mindenkinek keresnie kellene az igazságot. És hallgat a világra, hogy megválaszthatja, illetve megváltoztathatja a nemét. És a végén kialakul belőle egy olyan személyiség, akinek fogalma sincs arról, hogy micsoda. És még egyszer mondom, egyáltalán nem arról van szó, hogy ezeket az embereket utálnunk kellene, sőt, ugyanúgy, ahogy minden mást, akinek valamiféle pszichológiai problémája van, ugyanúgy ezeket is segítenünk kellene. Természetesen nem olyan módszerekkel, ahogy a világ megpróbálja megoldani a pszichiátria és a gyógyszerek segítségével, hanem egész egyszerűen visszavezetni őket, ugyanúgy, ahogy mindenkit, az egyetlen igazsághoz, ami van, és az pedig a teremtő szava. Mindaddig, amíg támogatjuk, és a Facebookon 58 lehetőség van az emberek számára, hogy kiválaszthassák azt, hogy milyen neműek, a Tinderen ugye 37, addig nagyon nehéz lesz pozitív értelemben változást elérni, és csak mélyebbre fogunk süllyedni abban a szennyben, amiben vagyunk. És az, hogy valakinek nincs neme, vagy két léleknek hívja magát, vagy két neműnek, vagy nem is tudom, minek lehetne ezt fordítani, folyékony nemű, vagy változó neműnek hívja magát, vagy akárminek, teljesen mindegy, addig, és ezt mi támogatjuk, sőt, azt büntetjük, aki megpróbálja megmagyarázni, hogy ez egy probléma, addig nagyon nehéz lesz elérni bármiféle pozitívumot is. És a lényeg az, hogy ugye itt is arról van szó, hogy olyan példákat hoznak fel, mint Grace Jones vagy David Bowie, akik ezeknek az embereknek példaértékűek, akik segítettek a világot meggyőzni arról, hogy a két nem az nem elégséges. Ezért mondom azt, hogy a szórakoztatóipar az, amit az ember hallgat, mint zene, az, amit néz, mint film, az mind hatással van arra, amit gondol. És ha eleget nézi, akkor el fogja bizonytalanítani. Ezért nem érdemes ezt a szemetet egyáltalán nézni sem. Úgyhogy főleg akkor, mikor a CBS-en dokumentum filmjei között szerepel egy újabb dokumentumfilm, ami erről szól, és az pedig az, hogy a nem és a köztes hely, ugye erről beszélnek, hogy vannak emberek, akik nem férfiak és nem nők. Ez a szenny árad mindenhonnan a médiába. És az embereknek ezt észre kell venni, és minél fiatalabb valaki, annál jobban tudja ezt befolyásolni. És ott tartunk, hogy ez például egy 17 éves középiskolás, aki arról beszél, hogy ő miként határozza meg a nemét. És ez borzasztó, hogy hagyjuk azt, hogy a társadalomban ilyen dolgok történjenek. Sőt, nem azt, hogy hagyjuk, hanem asszisztálunk hozzá, és támogatjuk azt azzal, hogy senki nem szól semmit, és ezek az emberek terjesztik tovább ezt a fajta pervers gondolkodásmódot. És már a törvény is ezt támogatja. Úgyhogy ahelyett, hogy segítenénk nekik igazán, és elmondanánk nekik, hogy miért járnak rossz úton, ahelyett mi támogatjuk ezt, sőt, reklámozzuk, és azokat büntetjük, akik esetleg megpróbálják elmagyarázni nekik, hogy egész egyszerűen csak az ellenség megtévesztette őket, mint az egész világot. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat. Megpróbálok majd ezekre az újságcikkekre ránézni, hát ha nem is naponta, de rendszeresen, úgyhogy addig pedig mindenkinek a legjobbakat és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem,
és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!